gondoltuk volna, hogy turisták leszünk a saját fővárosunkban, és nem is vagyunk, de eljöttünk az AX astronauta jelöltjeivel, hogy elkísérjük őket szabadnapjukon egy városnéző körútra, amelyhez nem sokára Kis Ádám is csatlakozik. Szóval szia Ádám, hogy vagy? Szia, megjöttem a parlamentbe. Már majdnem levettem a cipőt, olyan szép a szőnyeg. Az űrbe nem megyek. Bocsánat, hogy közbe vágok. Egyszer, aki emlékszik, Ádámmal már csináltunk egy interjút az egyik AXPartin, és mondtad, hogy azért nem akarsz űrhajós lenni, mert tériszonyod van. Debrecenbe találkoztunk. Igen, nekem tériszonyom van, és akkor, ha már az űrbe nem megyek, viszont a kampány barátja vagyok, legalább a parlamentbe eljöttem a kis csapattal, és innen szurkolok annak az egynek, aki mindent visz fölfelé. Reméljük, hogy magyar lesz majd egyébként, aki az világűrbe is kijut, ugye? Azért abban bízunk. Hát én szurkolok az ilyen szép arcú magyar fiúknak. Nincs petrezselyem akkor a fogam között? Jó. Sose szólnak. Szóval itt vagyunk már is a buszon a sárgafejű barátommal, akivel már több mint fél éve ismerjük egymást. Teljesen véletlenül ezt az úriembert lefényképeztem Budán, és feltettem a Facebook oldalamra, és kiderült több hónapra rá, hogy ő nem csak egy teljesen sima asztronauta, hanem az AX által tolt, támogatott, preferált űremberke. Azt milyen jó lehet egy nő egy űrhajóba, hogy ki nem tette el a fogkeféjét már megint. Egy farkas Bertalannét, arra már, hogy felkapod a fejed, nem? Nem, én attól félek, a nagy feketességtől félek. Az űr, a tértől, tér iszony. Nekem ez bejött ez a bolygó, én nem változtatok. Se föl, se le. De hát 20 év múlva majd valami utazási irodával kinézek. Egy ilyen all inclusive, egy nap oda, egy nap vissza.